Sziasztok, Kömke vagyok. Ebben a videóban megpróbálom érthetően elmagyarázni, hogy mi az a hőhíd. A Wikipédia szerint hőhídnak nevezzük a határoló szerkezet minden olyan helyét, ahol többdimenziós hőáramlás és hőmérséklet eloszlás alakul ki. Hőhídmentes szerkezet nincs, de hatásait enyhíteni lehet, és kell is. Ennyi a Wikipédia szerint. Én megpróbálom ezt egy kicsit leegyszerűsíteni, illetve érthetőbbé tenni. A hőhídak esetében egy új épületnél általában tervező, egy jó tervező, illetve a kivitelezők, valamint a műszaki ellenőr odafigyel, hogy ezek ne legyenek. Egy használt épület esetében viszont általában, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ész nélkül van hőszigetelve, és ilyenkor utólag döbbennek rá az emberek, hogy mi is az a hőhíd. Amikor megjelenik a penész. Körülbelül ezt a reakciót váltva ki az emberből. Használt lakóépületnél beköltözik az ember, használja az épületet, és az első télen rádöbben arra, hogy hány tízezer vagy hány százezer forintot pöfékel ki a kéményen keresztül fűtésként. A fűtési költséget természetesen hőszigeteléssel lehet a legeredményesebben csökkenteni, így hát a legtöbben neki is állnak, ablakot cserélnek, födémet hőszigetelnek, homlokzatot hőszigetelnek lábazattal együtt, majd amikor mindez elkészült, beköltöznek, és úgy gondolják, hogy készen is vagyunk. Aztán egyszer csak itt, ott, amott megjelenik az a retteget P-betűs, a penész. Nézzétek ezt a táblázatot. Belső páratartalom és a hőmérséklet függvényében adódik egy harmadpont, és ha ez alatt a harmadpont alatt van a falnak a felületi hőmérséklete, illetve bármelyik felületnek a felületi hőmérséklete, akkor ott pára kicsapódás lesz, ebből alakul ki a penész. Tehát az a célunk, hogy mindenhol e fölött a harmadponti hőmérséklet fölött legyen a felületi hőmérsékletünk. A hőhíd pedig rés a pajzson, tehát mondjuk két 17 fokos hőmérsékletű felület között egy 13 fokos. Nézzük, mit jelent a hőhíd nálunk embereknél. Amikor nyár van, ugyebár nem veszünk fel olyan túl sok ruhát, látod, ez az igazi P-bet is a házban. Minél hidegebb lesz, annál több réteg ruhát veszünk magunkra, annál jobban felöltözünk. Hölgy ebben a ruházatban még télen megfázna, hiszen vannak szabad bőrfelületei, amik a levegővel érintkeznek. A kisasszony hőhidas. Egy fokkal jobb. Na, ez a tökéletes téli ruházat. Amint látható, tokától bokáig, mondhatnám, tetőtől talpig fel van öltözve rétegesen, a ruházatai egybefüggőek. Nincsen rajta hőhíd, nem fog megfázni. Nézzük meg ezt a lakóépületnél is, robbantott ábrán keresztül. Mi történik akkor, ha ész nélkül van a nyílászáró kicserélve? A homlokzati hőszigetelés után kiderül, hogy a párkánynál, illetve a szemöldöknél nem lehet a kellő mennyiségű hőszigeteléssel befordulni, emiatt az ablak alja, illetve az ablak tetejénél a fal felületi hőmérséklete alacsony lesz. A pára kicsapódik, megjelenik ott a penész. Amennyiben előre gondolkodunk, az ablakok körül toktódó kerül beépítésre, ami bár leszűkíti a nyílást, de lehetőséget ad egy normális vastagságú beforduló hőszigetelés elhelyezésére. Ebben az esetben a fal felületi hőmérséklete minden ponton hasonló lesz. Elvégeztük a két legnagyobb hőszigetelést a lakóépületben, elégedetten dőlnénk hátra a kanapén, ám egyszer csak megjelenik a fal födém csatlakozásnál a penész. Miért? Mert a födém nem hőszigetelt, emiatt ott hőhíd van. Felemeljük a seggünket a kanapéról, vagy kinyitjuk a pénztárcánkat, felmegyünk a padlásra, legurítunk egy pár bála csapatot. Odafigyelve arra, hogy a födém hőszigetelése összeérjen a fal hőszigeteléssel. Egy forró zuhany után hátradőlünk a kanapén, elégedetten szemléljük művünket, majd egyszer csak azt veszük észre, hogy a fal padló csatlakozásnál megint megjelenik a penész. Ez amiatt van, mert nincsen lábazati hőszigetelésünk. Megcsináltatjuk hát azt is. Ebben az esetben, mint látható, a
feletti hőmérsékletek közel azonosak lesznek, tehát a benti pára nem fog tudni kicsapódni hideg felületen, nem fog kialakulni a penész. Ezt hívják szakmai nyelven termikus buroknak. Az a lényeg, hogy a termikus burok folytonos legyen, tehát körbevegye az egész épületet minden oldalról, mindenhonnan. Itt kell megjegyeznem az egyik legfontosabbat, hogy lakóépületet addig nem hőszigetelünk, amíg a talaj felől a padló, illetve a falak nincsenek vízszigeteléssel ellátva. Amíg ez nem történik meg, addig a benti párának az áramlása, illetve a pára szabályozás nem kontrollálható. Ez minden szerkezetre vonatkozik, és ne gyertek azzal a hülyeséggel, hogy száraz helyen lakunk, meg dombtetőn lakunk. Talaj nedvességről beszélünk, ami mindenhol jelen van. Tehát, ha van vízszigetelés a padló és fal alatt, akkor hőszigetelünk, ha nincsen, akkor előbb ezt pótoljuk, mind a kettőt, és utána hőszigetelünk. A belső páratartalom mértéke, az egészséges mérték 50-65% között van. Esetenként lehet ennél több, egy teregetésnél, egy mosásnál, főzésnél, nagyobb zuhanyzásnál. Ezek azonban már kontrollálhatók, akár egy higrós pára elszívóval, vagy szellőztetéssel. De az a lényeg, ha nincs hőhíd, akkor nem fog tudni hol kicsapódni a pára, tehát nem lesz penész. Ilyenkor egy másik P betűs jelenik meg az épületben, ami a pók. Ugyanis a pókok a száraz helyeket kedvelik. Tehát vagy penész, vagy pók. Ha eddig nem tettétek volna, csatlakozzatok hozzánk a Facebook csoportban, lájkoljátok az oldalamat, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Sziasztok!